Ausztrián, Svájcon, Franciaországon, Belgiumon, Németországon, Csehországon és Szlovákián át egy hatalmas motoros túrát kezdtek meg június 10-én az újbudai Bécsalom zsidó hitközség motorosai. Az Izrael állam 70 éves évfordulóját ünneplő túra során a zsidó államot megálmodó magyar származású zsidó író és politikus Herzl Tivadar életének főbb állomásait látogatják meg a résztvevők. Vasárnap délelőtt a Károli Gáspár téri zsinagóga előtt gyülekeztek azok a motorosok, akik vállalták a két héten át tartó hosszú utat, amely nem csak egy ünnepi megemlékezés, de egy kiállítást is magukkal vittek az Újbudáról induló túra szervezői. Tavaly csináltunk egy London-Jeruzsálem motoros túrát, egy Markó Kac nevű romániai fiatalember találta ki ezt, hogy ünnepeljük meg a 120 éves Balfour nyilatkozatot, Jeruzsálem újraegyesítésének 50. évfordulóját, és akkor erre kialakult egy Ride for Solidarity projekt, és ennek egy következő állomása a mostani túra, és idén lesz még egy motoros túra az Amerikában, egy San Francisco New York motoros túra. 1948-ban megalakult Izrael állama. Mi két hétig fogunk motorozni Európában, ugye Budapest, Bécs, Bázel, Párizs, Brüsszel, Köln, Berlin, Buchenwald, ahol megemlékezünk a Shoah áldozatairól, Lipcse, Pozsony és vissza Budapestre. Vasárnap délben a Herzl Tivadar téren Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Bacskai József a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára, Kunos Péter a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, valamint Kardi Judit a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke fogadta a motorosokat. Herzl Tivadarra nekünk magyaroknak most a Izrael állam 70 éves születésnapján illő büszkének lennünk. És ezért gondolom azt, hogy mindenféleképpen támogatásra méltó ez az út. Pár millió forintot kértek erre a túrára, és ezt a pár millió forintos támogatást a külügyminisztérium örömmel adta meg. De azt gondolom, hogy ennél fontosabb az, hogy a magyar állam ott áll mögöttük. És amikor meg fognak jelenni majd Párizsba, vagy Genfben, vagy Berlinben, akkor olyan eseményeken és olyan rendezvényeken fognak majd megjelenni, föllépni, ahol maguk mögött tudhatják a magyar nagykövetségnek, a magyar államnak a támogatását. Egy ilyen út is nem csak arról szól, hogy fölkeresik Herzl Tivadar európai életének a helyszíneit, hanem arról is szól, hogy ezek az emberek, ezek a magyarországi zsidó saját identitásukat vállaló emberek saját identitásukban is megerősödnek, és ezáltal üzenik azt ennek a közösségnek, hogy van jövő. A Herzl Tóra résztvevői Klein Rudolf művészettörténész Közép-európai zsinagógák című kiállítását viszik magukkal, és ahol lehetőségük lesz rá, be is mutatják. A körutazás részvevőiről megtudtuk, hogy a legfiatalabb 23 éves, míg a legidősebb idén lesz 80 éves. Ő még gyermekként a budapesti gettóban élte túl a holokausztot. A Herzl túráról részletesebb beszámolót Útravaló című műsorunkban láthatnak az Újbuda Televízió nézői.